A határmenti régióban évszázadok óta különböző nemzetiségek élnek együtt közös, de részleteiben eltérő kulturális hagyományokat kialakítva. A térség két meghatározó népi együttese a nyíregyházi Igrice Néptánc Együttes és a nagyidei Ilosfai Sejmes Péter Néptánc Együttes szakmai versenyeken találkozott korábban, nemrég pedig egy közös projektbe kezdtek az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. Európai Unió által finanszírozott Interreg programon keresztül kapott az Igrice Néptánc Együttes Nyíregyházáról, illetve a nagyidei Ilosfai Sejmes Péter Néptánc Együttes finanszírozást, támogatást arra, hogy néprajzi gyűjtésekkel kezdve egy olyan együttműködést alakítsanak ki, amiben a még létező, meglévő hagyományőrzők idősektől összegyűjthetnek olyan néptánc, népzenei, illetve népszokásokat, amiket át tudnak adni még a fiatal generáció számára különböző eseményeken keresztül, illetve egy online applikáción keresztül azok számára, akik nem tudtak személyesen részt venni ezeken a rendezvényeken. A közel 300 ezer eurós összértékű projekt 2017. május 1-én indult és 2019. július 31-én zárul. Ez idő alatt 5 roadshow-t tartott a két együttes, ezeknek Nagyida, Hidas Németi, Bódva Vendégi és Tokaj volt az állomása. Tartottak egy nagyszabású gálát Nyíregyházán és egy konferenciát is a szlovák Szepsi városában. Az összegyűjtött anyagokat pedig 2 darab 3 napos workshop keretében mutatták be a szakma képviselőinek. A projektvállalása az volt, hogy 24 darab dalt, zenét, tehát ugye nyilván nem csak énekelt dallam, tehát akár zenekar által játszott dallam is lehet. Gyűjtünk fel, illetve 12 tánc lépés, motivumot, figurát. Most hál' Istennek mind a kettőt sikerült túl teljesíteni. Nyilván ezt egy kutatásnál előre nem lehet tudni, hogy mennyi lesz, lehetett volna ez akár kevesebb is, de több mint 30 dalt, éneket, sőt még régi hagyományos népi játékokat tudtunk felgyűjteni, illetve tánc motivumból is, úgyhogy ajánlások alapján, ugye ez mindig úgy megy, hogy leülünk beszélgetni öregekkel, aztán ők mondják, hogy még Józsi bácsi is tudta ezt meg azt, na akkor átmentünk a szomszédfaluba és így tovább. Tehát ott is sikerült túlszárnyalni ezt a 12 darab motivumot. A kutató munkát és a próbákat mindkét tánccsoport élvezte, örömmel vettek részt a projektben. Az eredmények a liteprojekt.eu oldalon bárki számára elérhetőek. Készült az Európai Unió támogatásával.